Három tradicionális sportág, a súlyemelés, az ökölvívás és az öttusa olimpiai programban maradásáról is döntenek. 8 nap múlva, október 17-én Mumbai-ban a NOB kongresszusán a három veszélyeztetett státuszú sportágból a következő percekben az öttusával foglalkozunk. Vendégünkkel Szöul olimpiai bajnokát, Barcelona ezüstérmesét, az ötszörös világbajnok, kétszeres Európa bajnok Nizsér Attilát köszöntöm sok szeretettel, aki a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként is tevékenykedik. Jó napot kívánok! Jó napot, köszöntöm a nézőket is. Hát 8 nap múlva lesz ez a bizonyos kongresszusi nap, legalábbis a tervek szerint 17-én hozzák majd nyilvánosságra a döntést. Milyen érzésekkel várja főtitkár úr ezt? Én optimista vagyok abszolút. Tulajdonképpen az első pillanattól kezdve azt lehet mondani, tehát miután publikálta a Nemzetközi Szövetség ezt a javaslatát, ugye, hogy az akadálypálya verseny, és ismerkedjünk a nevével, ugye egy OCR a rövidítés, ez az Obstacle Course Race az angol elnevezése, tehát hogy ezt javasolja a NOB felé a Nemzetközi Szövetség, hogy a lovaglás helyére a párizsi olimpiát követően ez kerüljön be. Ez nagyon alkalmas, ez a sportág arra, hogy még több fiatalt szólítson meg. A lovaglást is nagyon sokan szeretjük, hát a szívemet tépték ki akkor, amikor ezt a döntést hozta a Nemzetközi Öttusa Szövetség. De azt be kell látni, hogy a NOB-nak az az igénye, hogy egy sportág minél több fiatalt érjen el világszerte, és akkor most egy kis térképészet, hogy Izlandtól a Tűzföldig, meg Új-Zélandig erről beszélünk, és adott esetben Alaszkáig is, hát erre a lovaglás az kevés volt alkalmas. Ez a probléma, ez tulajdonképpen Barcelonában kezdődött, amikor én még versenyző voltam. És ugye ahol egyéniben ezüstérmet tettek. Így igaz, szép emlék, de hát ott volt, hogy a Szamarancs úr, az akkori elnök szembesült az, hogy az öttusa lovaglás, az hát kérdőjeleket vett fel legalábbis. Tehát akkor 30 éves története van ennek. Igen, és Anika Slaj, tókiói története, sokan azt hiszik, hogy ez volt az egyetlen mozgatórugója, szerintem az utolsó szög volt ebben a koporsónak, vagy ebbe. Szóval ez a javaslat szerintem nagyon jó arra, amit a NOB elvár a nyári olimpián szereplő sportágaktól. Tehát egyszerűbb lesz a rendezés, olcsóbb lesz rendezni öttusa versenyt. Nagyon sok fiatalt megszólít. Én imádtam mászókázni, de szerintem ezzel nem én vagyok az egyetlen, aki gyerekkorából föl tud ilyet mert hogy ugye idézni. Az akadály versenyben igen, hát van. Most itt a ugye különböző valóságsókban, meg tévéműsorokból ismerjük ennek az alternatíváit, ugye, de akkor most maradjunk az akadály pálya verseny, ez egy 60-80 méteres vágta, közben csimpaszkodni, egyensúlyozni futás közben, kúszni, mászni, átugrani, alatt átbújni. Tehát egy ilyen tornász képességeket igénylő sportágról van szó. Szerintem ez be fog találni. Ugye korábban úgy került a veszélyeztetett zónába az öttusa is, hogy a NOB nem jelölte azon 28 sportág közé az öttusát, amely biztosan az előzetes programban is helyet kap. De bizonyos feltételek teljesülése mellett akkor biztosan maradhat? Tehát optimisták lehetünk? Így igaz, ezért vagyok optimista, mert amiket a NOB számon kér a sportágaktól, azoknak a szempontoknak ezzel az összetétellel jobban megfelel az öttusa, bármennyire is fáj ezt nekem a lovaglás szerelmesének kimondani, mint a lovaglással kombinált öttusa. Szóval ezt nagyon szerettük, mert az a katona ideának, meg a katona eszménynek, képnek nagyon jól megfelelt. Egyébként nem biztos, hogy kevésbé felel meg ezzel az akadálypálya versennyel, tehát azért a katonai kiképzésben is vannak torna elemek, de ezt nem akarom tovább folytatni. A lényeg az, hogy a mai kor igényeinek jobban megfelel ez az összetételű sportág. Mondok egy nagyon egyszerű példát, amit főtitkárként már el is kezdtem szorgalmazni. Az egyesületeinket arra fogom kérni, bíztatni, és ebben fogjuk őket támogatni, hogy menjünk oda az öttusával, ahol az emberek vannak. Most a lovaglás nagyon nehéz. Tudjuk, hogy nemzeti vágta a Hősök terén, tehát megrendezhető, de egy ilyen akadály, úgy hívják, hogy ketrec, egy ilyen 3x3 vagy 3x6 méteres, és ezekre lehet ezeket a csimpaszkodós elemeket fölakasztani. Ezt oda tudom vinni a parkba, az utcára, a köztérre, a lézerpisztolyjal együtt a lézerránnal. Tehát magyarán oda tudjuk vinni az öttusának legalább ezt a 3 tusáját, a lézerránt és ezt az akadálypálya versenyt, könnyített játékos formában, ahol az emberek vannak fesztiválon, ilyen eseményen, nem is kell, hogy sportesemény legyen, és be tudunk integrálódni. És a NOB, meg a nemzetközi sport vezetés ezt nagyon igényli, meg nagyon szorgalmazza a sportágaknál. Ilyen szempontból ez egy nagy előrelépés nekünk. És már jelezték itthonról, hogy vannak ilyen törekvések, hogy ilyen egyfajta roadshowként népszerűsítsék ezt a ezt meg is kezdtük, ahogy mondtam, szeptemberben 15-20 helyen voltunk országszerte. Tehát már... Szarvas, Mór, Csömör, de Budapesten is voltunk, a Jánoshegyen voltunk, nagyon sok helyen, ahol mi magunk az egyik egyesületünk kezdeményezett, amivel egy verseny is lett az OC.
OCR-rel, tehát az akadálypályával és a lézerránnal 16. kerületben. Tehát ezeket el is kezdtük csinálni. Nyilvánvaló, hogy az öttusa ismertségén csak így lehet változtatni. A mai emberek nem nagyon tudják az öttusáról, hogy mi fánterem, milyen nagyszerű sportolók, és lehetne folytatni. Csak akik emlékeztetnek önökre, igen, hogy mennyire remek teljesítményeket nyújtottak. Hát igen, és azok azért, lássuk be, azok a 45 fölöttiek talán. Ők nagyon szívesen emlékeznek ránk, de a mai fiatalokat kell megnyerni. Ugye többször is nyilatkozta, hogy krízis helyzet van ma az öttusa sportban idehaza is. Főtitkárként tevékenykedik, igen, április óta, és ugye elnök úr is beadja majd, vagy beadta a lemondását október 15-ig éves Simicskó István úr. Felröppentek olyan hírek, hogy elindul esetleg Mizsér Attila is az elnöki posztért. Mennyire igazak tudom, ezek? Azt meg tudom erősíteni, hogy nagyon gondolkodom rajta, miközben alternatívákat keresek. Nem titok, hogy az üzleti életben felépített kapcsolataimat is szeretném felhasználni arra, hogy a lehető legjobb elnökjelöltet vagy jelölteket megtaláljuk. Az itthoni krízis helyzetről most csak nagyon röviden, hogy nagyon mélyen nem mászok a mélyére, de a közelmúltban fejeztünk be egy átvilágítást a pénzügyi és jogi helyzetről, és az elmúlt években bizony számos visszaélésre derült fény, tehát jogellenes, szabályzatellenes működési gyakorlatok, visszaélések, vagyonelemekkel, ugye a lovak az egy vagyonelem nálunk, azokkal való visszaélésekre bukkantunk rá. Hát ez egyértelmű, hogy ezt a közgyűlés elé kell majd vinni. Tehát ez egy nagyon érdekes közgyűlés lesz, mert miközben elnök jelölteket várunk, és vár majd a küldött közgyűlés, ugye, hogy ki lehet az új elnöke a sportágnak, és mondom, valóban ott lehetek én is a jelöltek között, ezt nem tagadom, izgat a kihívás, és nagyon motivált vagyok, de hát erről is állást kell foglalnia majd a közgyűlésnek, hogy hogyan változtassunk ezeken a vezetési módszereken, mert hogy változtatni kell, ez egyértelmű. Mikor lesz új elnöke a Magyar Öttusa Sportnak, mikor ez a várható? Ezt nehéz megmondani. Elvileg forgatókönyv ugye az, hogy egy elnökségi ülésen kell, hogy megszülessen a döntés. Ez most ezen a héten lett volna, úgy tűnik, hogy tolódik egy héttel. Ha megszületik ez a döntés, onnan kezdve pedig 30 napon belül, tehát ez még az idei évben meg fog történni, és izgalmas lesz, az biztos. És hát emellett még rengeteg feladat van, többek között az utánpótlás, nevelés modernizálása is? Ide modernizálása tartozik? Is, meg hát vissza kell duzzasztani. Tehát az elmúlt években nagyon szomorú volt látni, hogy 2018-ban volt a csúcs létszámunk, ha szabad ezt mondani, az utánpótlás korosztályban. 10-15 éves korosztály számára van egy versenyrendszerünk, ott 550-650 induló volt 2018-ban, ez az idei évben 250-280-ra zsugorodott. És a szomorú meg, hát vagy kisebb, mint a felére, és itt megint az a szomorú, hogy a szövetség vezetése semmit nem tett ennek megelőzésére. Tehát, hogy ezen változtatni kell, mert ez tarthatatlan, hogy csak zsugorodunk és nem csinálunk semmit. Nekem világos elképzeléseim vannak, ebből egyet mondtam az előbb, hogy ez a népszerűsítés, toborzási kampányok azzal, mert az OCR-t meg a lézerrand bárhova oda tudjuk vinni, ha egy strandra visszük, akkor az már 4 tusa, tehát lehetne folytatni a sort. Ötlet és projekt ötlet az rengeteg van, és meg fogjuk tudni csinálni, ebben bízom. És munka is van nagyon sok. Miközben pozitív érzésekkel várhatjuk akkor ezt a bizonyos NOB kongresszust, és hogy biztosan 2028-ban is ott lesz az olimpia műsorán az öttusa. Amellett azért van már két biztos olimpiai kvótánk, ugye Böhm Csaba és Gulyás Michel így révén, igaz, akik az Európa játékokon vagy az Európa bajnokságon szerezték meg ezt a két kvótát. További kvóták megszerzésében is bízunk természetesen. Mennyire lesz ez nehéz? Szinte biztos vagyok benne, hogy meg lesz. Tehát ugye tudni kell, hogy két indulónk lehet férfiaknál és a nőknél. Az elmúlt olimpiák előtti helyzetet idézve 3-5 kvótánk volt a férfiaknál és a nőknél. Erősebbnek a férfi mezőnyünk számít mindenképpen, tehát ott akár 3-4-5 kvóta is lehet megint. Ez a ranglista pontok alapján fog kialakulni, de hát vannak dedikált versenyek, például a jövő évi világbajnokságon is helyezéssel az önmagában érhet egy kvótát, de én a nőknél is arra számítok, hogy 2, de inkább 3 kvóta. Az azért lenne jó és fontos, hogyha ne adj Isten valaki megsérül, akkor van még egy kvótánk, tehát akkor a helyére magyar tud lépni. Ha csak két kvótánk lenne, az azért picit veszélyes, mert ha a két kvótásunk közül az egyik megsérül, akkor a ranglistáról, és hát ott ki tudja, hogy dél-koreai, mexikói vagy angol versenyző következik, de én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nincs félnivalónk. Tehát a versenyzői állományunk az nagyon magas színvonalú.
Ha a 2004-es olimpiát nézzük, akkor ugye Vörös Zsuzsa lett olimpiai bajnok. Azóta két bronzérmünk született, Marosi Ádám és Kovács Sarolta jó voltából. Számíthatunk éremre jövőre Párizsban? Hát én nagyon, nagyon remélem, hogy talán érmekre is, bár ez, itt a szövetségi kapitány lenne hivatott nyilatkozni, de azt gondolom, hogyha végignézzük az elmúlt év, vagy az elmúlt két év eredményeit, akkor az bátran kijelenthető, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál van, vagy vannak éremesélyeseink. Hát most, hogy kikerül oda, ugye nagyon nagy lesz a verseny. Tehát ez is egyfelől nagyon jó, hogy sok a férfiaknál most 10, a nőknél 8-an rajtolnak neki a jövő év elején kezdődő, és aztán ott piszok gyorsan, bocsánat a kifejezésért, fognak hullani a fejek, és az első világkupáig, ami március, addigra 6-ra szűkít a tervek szerint a keretet, de hát ezt még jóvá kell hagyni az elnökségnek is, a szakmai bizottságon egy ilyen előterjesztés született. Egy szó mint száz, én merhetem azt mondani, hogy legyen érem vagy érmek, meg hát talán helyezések is, tehát azért 4 világklassz is fog, akár kiutazik ki, az 4 világklassz is magyar öttusázó lesz, ez egészen biztos. És mi nagyon fogunk szurkolni, hogy minél több érem legyen az öttusa sportban, Párizsban, az ötkarikás játékokon, és október 17-én pedig nagyon szorítunk a pozitív döntésért. Így igaz. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm volt a stúdióban. Szépen, én is.